A Mieó Csokonai úti óvodájában a korábbi vezető, Benéné Kecskeméti Anikó a napokban elköszönt, hiszen nyugdíjba ment. Az átmeneti időben a pályázat végéig Gulyás Ferencné intézményvezető, Lövei Gáborné óvodapedagógus bízta meg a tagovoda vezetői feladatokkal. Vele beszélgettünk. A Csokonai úti óvodában a tanévben két nyugdíjba menő kolléganő, Kisariné Kálmán Enikő óvodapedagógus és Beniné Kecskeméti Anikó tagovoda vezető óvodapedagógus van. Jelen pillanatban nélkülük működik tovább az óvoda. Ők felmentési idejüket töltik, tudtuk meg Gulyás Ferencnétől. Csokonai úti óvodánkban most ebben az évben két nyugdíjba menő kolléganőnk van. Az egyik Kisariné Kálmán Enikő óvodapedagógusunk, a másik pedig Benéné Kecskeméti Anikó tagovoda vezető óvodapedagógusunk. Így most jelen pillanatban őnélkülük működik tovább az óvodánk itt a nyári időszakban, hiszen ők szabadságidejüket, felmentési idejüket töltik, és ez az időszak az, amikor az ő pótlásukról, utánpótlásukról gondoskodni kell nekünk itt ebben az óvodában, úgyhogy zajlanak a pályáztatások, mind az óvodapedagógusi, mind pedig a tagintézményvezetői álláshelyre. Óvónőhiány nincs a városban. A Mieóban folyamatosan tanulnak. Itt dolgozók és fiatalok is töltik itt szakmai gyakorlati idejüket. Vannak folyamatosan, akik óvodapedagógusnak tanulnak, és itt az intézményünkben töltik a szakmai gyakorlati idejüket, sőt olyan kolléganőjeink is vannak, akik nálunk dolgoznak nevelőmunkát segítő munkakörbe, és ők most harmadéves óvodapedagógusként a napokban diplomáztak, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk és boldogok vagyunk, hiszen ők várhatóan az elkövetkezendő hónapokban a munkájukat óvodapedagógusi munkakörbe fogják folytatni. Az óvodának egy nagyon jól működő nevelőközössége van. Akik úgy döntöttek, hogy az átmeneti időben szeptemberig Lövei Gáborné fogja ellátni a vezetői feladatokat. Most a nyári időszakban itt az óvodának van egy nagyon-nagyon jól együttműködő nevelőközössége, és a nevelőközösség tagjai közösen úgy döntöttek, hogy most ebben az átmeneti időszakban, itt a nyári időszakban szeptember 1-ig Löveiné Ibolya fogja ellátni a vezetői feladatokat, így egy nagyon szoros szakmai kapcsolatban a működtetéssel kapcsolatban nagyon szoros együttműködésben vagyunk Ibolyával. Ő itt nagyon régóta itt dolgozik a kezdetektől ebben az óvodában, így a nevelőközösséggel a feladatokat meg tudják beszélni, a szülőket, mindenkit ismer Ibolya is, úgyhogy így azt gondolom, hogy zökkenőmentesen át tudjuk vészelni ezt az időszakot is, hogy a legkevésbé sem érezzék a szülők azt, hogy bármi információtól elmaradnak, hiszen erre nagyon figyelünk, hogy ezáltal a helyettesítés által mindez megoldódjon. Mint megtudtuk, nem csak az óvodák készülnek a ballagásra, a szülők és a gyerekek is. Nagyon készültünk mi magunk is, de tudjuk azt, hogy a szülők is nagyon-nagyon készültek erre, és a gyermekek is erre az alkalomra. Hát a járványügyi helyzet miatt azt gondoltuk, hogy ez nem május és június hónapban fog megvalósulni, hanem augusztus hónapra, hiszen a nevelési évünk az nekünk egész év, egészen augusztus 31-ig tart, és így úgy döntöttünk, hogy augusztus utolsó hetében a csütörtöki nap lesz az augusztus 27-e, ahol minden óvodánkban a nagyok, az óvodai dolgozók, a gyermekek elbúcsúznak, és itt egy közös együttlétre óvodánként kiki a maga szervezési módjában, a hagyományaikhoz híven megszerveznek egy olyan együttlétet, ahol együtt tudnak lenni a családok azokkal a gyermekekkel, akik elbúcsúznak most már végleg az óvodától, és szeptember 1-én iskolát kezdenek. A Csokonai úti óvoda első munkahelye Lövei Gábornénak, aki 35 éve óvodapedagógus itt. Jelenleg 6 óvodapedagógus dolgozik itt a Csokonai óvodában, illetve most a Kuthen úti óvodából kaptunk egy fő óvodapedagógus segítséget, és van egy pedasszisztens, aki segíti a gyermekek ellátását, amiért azért volt erre nagyon nagy szükség, mert elég nagy létszámmal érkeztek a gyerekek, aminek nagyon örülünk a nyitás után, május 25-től. Jelenleg körülbelül 60 fő gyermek, aki igénybe veszi az óvodai ellátást. Az ügyelet alatt zajlottak felújítások az udvaron, a bejárati székely kapunál kerítésnél, és most folyik a lábazat felújítása. Minden játszótéri eszközünk, mászókák, csúszdák lefestésre kerültek. Nagyon fontos volt, hogy ezeknek az állagát meg tudjuk óvni az időjárástól.
a padokat a karbantartónk lecsiszolta, illetve itt a Filagóriának a kis ülőkéjeit, az asztalok lapját lecsiszolta, a Dajka nénik lefestették, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy Karcagon egyedül óvoda vagyunk az, ahol székelykapu van, és nagyon fontos nekünk, hogy ezt az értéket mi megőrizzük. Ez a székelykapu is most csiszolásra és festésre került a kerítéssel együtt, illetve a lábazat felújítása kezdődött meg a tegnapi napon, és folyamatban van. A gyerekek a sziklakertet, a konyhakertet szívesen művelik, s napokban virágpalántát is ültettek az óvónőkkel. Az évelőkön kívül kis palántok kerültek vásárlásra, virágedényekbe, tartókba beültettük közösen a gyerekekkel, hiszen nagyon szeretik ezeket a munkákat ők is végezni, illetve hát így tudjuk őket a munkára, a természet szeretetére és arra nevelni, hogy ezeket a növényeket megóvjuk és vigyázzunk rájuk itt az óvoda udvarában, hiszen ha az ő kis kezemunkája is benne van, akkor ő is szívesebben vigyáz erre a kis növénykére. Ősszel a Bóbira csoport teljes létszámmal 26 kisgyermeket, a Katica csoportból 8 kisgyermek kezdi meg az iskolát, és 22 kisgyermek iratkozott be az óviba. A ballagásra már kész is a kis tarisznya minden gyermeknek.